A különböző vajai művésztelepek, alkotótáborok után évről évre jótékonysági képaukciókat szervez a Vai Ádám Múzeum baráti köre. Az elmúlt évek árverésein átlagosan 1-1 millió forint gyűlt össze, mondta a baráti kör titkára. Molnár Sándor kiemelte, a befolyt összegekből különböző múzeumi kulturális programokat finanszíroztak, vagy éppen kiadványokat jelentettek meg. Egyre nehezebben tudom én is felbetartani, hogy hány művésztelepet szervezünk, mert az idén bővült, ugyanis első alkalommal rendeztük meg a Vajai Honvéd művésztelepet, már erről az alkotótáborból is kerül kalapács alá 2015. november 28-án 11 órától Vaján a muzeális gyűjteményben. Az idei téli alkotótáborból 23 alkotást hoztunk el bemutatni a Nyíregyházi Centrál Hotelben, illetve az őszi művésztelepről, ami nemrég zárult, pedig 18-at. Összességében közel 20 művésztől 60 alkotás kerül árverésre. A jótékonysági képaukciókat már 1999 óta szervezik meg, a hagyományoknak megfelelően pedig idén is Nyíregyházán mutatják be az árverés előtt álló alkotásokat. Egyrészt jelentősége van abban a tekintetben, hogy a vajai művésztábornak az évenként előállított friss termése, a kortárs képzőművészetnek egy sajátos áttekintése jelenik meg azoknak a művészeknek a révén, akik valaha megfordultak a művésztáborban, a művésztelepen, és felajánlották képeiket ezekre az aukciókra. És az a szép polgári hagyomány, amely a jótékony célú adakozás és a művészetpártolás, a művészet szeretetét összekapcsolja, azt gondolom mindenféleképpen egy igen jelentős eseményé teszi ezeket az évről évre megrendezésre kerülő aukciókat. A vajai művésztelepeken készült alkotások november 23-áig tekinthetőek meg Nyíregyházán, az aukciót pedig 28-án tartják Vaján.